A keresztény Jézus vagy a héberje a Husa. A keresztény Isten Jézus Krisztus, soha nem létezett ez egy nem létező karakter. Ő az, aki eltörli a törvényt, aki törvénytelenséget hirdet, aki átveszi a teremtő szerepét, és ő az, aki megenged mindent az embereknek. És a majom szeretet hír, szeretetet hirdeti a világban. Azt, hogy mindenkit elfogadni úgy, ahogyan született, teljesen mindegy, ő mindenkit szeret. Ő maga az ellenség, a satán, az ördög, a gonosz. Ő az, aki beférkőzött a nyájba, és ő az, aki ártatlannak álcázva magát, a legtöbb embert elviszi a tűzbe az igazi megváltó, aki valóban élt, Jehusach másiák, a megváltó, a mindenható egyetlen fia, aki az emberek közt járt, a törvény szerint élt, azt tanította, úgy halt meg, és úgy támad fel, hogy megmutassa nekünk az utat, ahogyan mi el tudunk jutni teremtőhöz, a huához, az ő atyához, mindannyiunk mennyei atyához. Ez a különbség a keresztény Jézus, és az igazi izraelita Héber Jahusak másiak között. Ez első teszalonika négyes fejezet, ahol is így és haú pál. Testvéreim, most szeretnék valami másról írni. Tanítottunk titeket arra, hogyan éljetek Elohimnek tetsző módon, és valóban úgy is éltek. Elohimnek tetsző módon. Vajon hogy lehet az, Zsoltárok 40-es Tehelim, 40-es fejezet 8-as vers. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ez Elohim akarata, ezt kedvelem, én Elohim, a te törvényed keblem közepette van. Ez a mindenható akarata, hogy az ember a szívében hordozza a törvényeit. És ez így volt a tanákban, a, az úgynevezett ószövetségben, ugyanúgy, amiről itt Pál Saul ír. Elohimnek tetsző módon az az, hogy a törvény az ember szívében van, és úgy él. Ezért most kérünk és biztatunk benneteket Adonája husában, hogy ebben jussatok még előbbre, hogy többet tanuljatok, ahogyan ők tanították őket, folyamatosan tanulják ezeket a dolgokat, mert ez az, amit a mindenható szeret. Tízes vers, Zsoltárok tehelém 40-es fejezet. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben. Ímé nem tartom vissza ajkamat. Te tudod, ó oh, yeah, Az ő törvényei, az igazságosság, az az ő akarata. Ez az, amiben előrébb kéne jutni. Hiszen jól tudjátok, mit parancsoltunk néktek a húsák, ha másiák nevében. Nézzük a másik fordítást. Hogyan folytatódik? mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek Adonája húsa által. Mert ez Elohim akaratja. Mi Elohim akarata? Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, ó Elohim, a te törvényed kebelem közepette van. Ez a mindenható akarata. Teljesen fölösleges azt irogatni, hogy nekünk már új szövetségünk van, vagy vitatkozni velem, mert én ezt nem én mondtam. Ezek a dolgok ide vannak írva, Teljesen világosan. Ez a mindenható akarata, ez az, amire Saul Pál tanította őket, ez az, amire az apostolok tanították, a proféták, amire Mózes, Mosé, mindenki. Mert ez Elohim akaratja, a ti szenté lételetek, hogy magatokat a parázaságtól megtartóztassátok. Hogyan lesz valaki szenté, hogyan emelkedik ki a világból úgy, hogy a mindenható akaratát követi. Parázsnasságtól megtartóztassatok, hogy mindenitek szentségben, tisztességben tudja bírni a maga edényét, a maga edény a saját teste. Nem kívánság gerjedelmében, mint a pogányok, akik össze-vissza akarnak enni, akik vasárnap, karácsony, sonka, stb. mint a pogányok, akik nem ismerik elohim -e. Nem ismerik, mert nem követik az ő útját, mert nem az ő akaratát teljesítik hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atya fiát, mert bosszút áll Elohim mindezekért, amint elébb is mondottuk néktek, és bizonyságot tettünk. Bosszút állja Hua mindezeket. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Elohim. Mi a tisztátalanság, ha nem a törvények be nem tartása. Hogyan lehetne valaki tisztátalan, ha nincs törvény, ha nincsen semmiféle instrukció? Tisztátalan arra utal, hogy az ember nem azon az úton jár, ami a mindenható akarata. Az ő akarata pedig nem más, mint az, hogy az ő törvénye az ember szívében legyen. Ez volt a tanakban, és ez a, az új idézés új szövetségben is az ő akarata. Így lesz valaki szent, így lesz tisztességes, így, lesz, így emelkedik ki a világból, és így lesz tiszta. Ha össze-vissza eszik, meg öltözik, meg beszél, meg mindenféle fogány ünnepekbe vesz részt, akkor nem lehet tiszta. Ha van tisztátalan, akkor kell, hogy legyen valamiféle instrukció arra nézve, hogy hogyan lesz valaki tisztátalan vagy tiszta. Efézusiak az 5. Legyetek annak okáért követői Elohimnek. Hogyan követi az ember Elohimet, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen Hamásiak is szeretett minket, és adta önmagát mi életünk ajándékul, ajándékul és áldozatul Elohimnek, kedves jó illatú. Arról már volt szó, hogy áldozat nem lehet csak az, aki hibátlan. És erre szólít fel minket, hogy mi is legyünk hibátlanok, hogy áldozatok lehessünk. Parázdaság pedig akármely tisztátalanság, fősvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Tisztátalanság érdemes megtudni, hogy mi az, ami tisztátalanná tesz. Sem undogság, vagy bolond beszéd, trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fősvénynek, ki báványimádó, nincs öröksége a másiáknak és Elohimnek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel. A vallás. Mert ezekért jő Elohim haragja a hitetlenség fiaira. Azok, akik azt mondják, hogy ó, már nincs parancsolat, már mindent lehet, szabad a gazda, azt csinál mindenki, amit akar. Nincs tiszta, tisztátalan, Viselheti a keresztet mindenki a nyakán a fülébe, az orrába, mindenhol, és a többi, és a többi. Azt mond, amit akar, úgy beszél, ahogy akar. Elég csak azt mondogatni, hogy ő szeret mindenkit, meg ő, ő, ő nem is gondol másra, csak a, a teremtőre, meg a megváltóra. Erre utal, hogy senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jű Elohim haragja a hitetlenség fiaira. Kik a hitetlenség fiai? Nem azok, akik nem mondogatják eleget, hogy ők hisznek, hanem azok, akik nem cselekszik az. De mindegy is, hogy én mit gondolok, hiszen le van írva egyértelműen, hogy mi a hitetlen. Ragaszkodjál példabeszédek, Misli 4-es fejezet, 13-as vers. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, mi az az ő törvénye. Ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed. A hitetleneknek útjára ne menj, s ne járj a gonoszok ösvényén. A gonoszok, akik nem követik az instrukciókat. A hitetlen az, aki nem követi az instrukciót, és aki nem őrzi meg az elkölcsi tanítást. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek, rohágyjatok el ezektől az emberektől, akik azt mondogatják, hogy mindent lehet, nincsenek parancsolatok, sőt. sőt. Mert valántok régen sötétség, nem követi az instrukciókat, fogalma sincs semmiről, most pedig világossági huában, mint világosságnak fiai, úgy jártatok, járjatok, mi a világosság? Mert szövétnek a parancsolat lámpás, a parancsolat tudomány, a világosság és életnek úta a tanító feddések. Erről a világosságról beszél, nem arról, amiről a világ vagy mindenki, amit gondol mert olyan szüleid parancsa, mint a lámpa, tanításuk, mint a világosság, fegyelmezésük az élet útja. A mindenható parancsolata és az ő tanítása, a világosság. Erről beszél itt Saul, hogy legyetek a világosságnak fiai, úgy járjatok, úgy cselekedjetek, ahogyan megmondta. Nem úgy, ahogyan a világ sötétségben. Mert világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. És akkor szereti az ember a fele barátját. Meggondolván mi legyen kedves huának, És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcselen cselekedeteivel, nem beszédeivel, vagy gondolataival, vagy szavaival, hanem cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, Azoknak, akik azt mondják, hogy ne ítélj meg, meg ne így, meg ne úgy. Ez nem megítélés, hanem figyelmeztetés, arra nézve, hogyha valaki rossz úton jár, hanem fedjétek meg azokat, akik rossz úton járnak. Figyelmeztessétek. Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Amiket ezek az emberek csinálnak, az egy utálatosság a mindenhatónak és mindazoknak, akik az ő útján jár. Mindezek pedig megfeddetvén a világosság által a napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jő, világosság. Mi a világosság? A szüleit parancsa, tanításuk az a világosság. A parancsolatok a világosság, az instrukciók a világosság. Ez az, ami megvilágítja azt, hogy ki milyen úton jár, és mi az, amit változtatni kéne. Ezért harcol a legtöbb ember ez Mert ez megmutatja, hogy milyen életet él. Annak okáért mondja serkeny föl, aki aluszol, és támadj fel a halából, és felragyogod te néked, ha Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Akkor ez szerint csak vannak bolondok. Kik a bölcsek, akik ismerik a világosságot, akik az úton járnak, követve a torát, az instrukciókat, és aki ebben jár, az fölébred az álomvilágból, azt föltámad a halából, ahova a bűn vitte. Nem azért, mert ő hangosabban mondja, hogy ő hisz, vagy arra gondol, hogy ő hisz, hanem azért, mert ő úgy fog élni azután. Meg akarja tanulni, megtanulja, és úgy él. És az nem lesz bolond, mint a világ nagy része, hanem bölcs lesz. Áron, is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annak okáért ne legyetek esztelenek bolondok, akik nem követik az instrukciókat, hanem megértsétek, bölcsek legyetek, hiszen azok értik, mi legyen a huának akaratja az ő, akaratja pedig nem más, mint az, hogy a törvényed keblem közepette van. Ez az, amit ő akar. És meg ne részegedjetek bortó, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be a Szent Lélekkel, ruakhakodással azért, mert ő majd megmutatja az, majd megmutatja nekünk, hogy mi a mindenható akarata, de az nem fog mindenféle bolondban eh, élni és akkor sonkát tenni meg, tojás festeni beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben énekelvén és dicséretet mondván szívetekben Jehuának. Nem pedig a bolond beszéd, meg a, az üres beszédek, meg az undokság, bolond beszéd, trágáság, hanem annak az ellenkezője, ami a zsoltárok, a dicséretek, a hálaadás, az énekek. Hálákat adván mindenkor mindenért Adonai a másják nevében Elohimnek és Atyának. Tehát két külön euh, személyiségről van szó, vagy lényről. Adonai a nevében Elohimnek és Atyának. Szóval az egyik nevében a másiknak. Meg se említ semmiféle harmadikat, meg ö, negyediket. Engedelmesek legyetek egymásnak Elohim félelmében. Engedelmesek legyetek egymásnak Elohim félelmében. Akkor ezek szerint Elohim csak nem olyan mindenkit szerető, hogy majd ő mindenkit magához ölel, meg ö, mindenkit beenged. Mi Elohim félelme? A bölcsesség kezdete. Jahuának félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Ez a bölcsesség kezdete, és ő pontosan tudja, Saul, hogy miről beszél. Az engedelmesség az a mindenható félelméből fakad, attól, hogy az ember érti azt, hogy mi a következmény a cselekedeteiknek. Érdekes az, ami a következőben ír, ti asszonyok, a ti saját férjeteknek leg engedelmesek legyetek, mint a huána. Mert a férj feje a feleségnek, mint ha másiák is feje az egyháznak, és ő megtartója a testnek. A házasság az a, a szimbóluma annak a viselkedésnek, ahogyan nekünk, ahogyan az egyénnek kellene a megváltóval és a megváltóhoz viszonyulnia. Ezért nem működik a házasság a mai világban, amikor, amikor mindenki teljesen elvesztette már a józan eszét, különösen azok a nők, akik azt hiszik, hogy férfiak, meg hogy mesztelenül kell rohangálniuk, meg, meg, hogy ők egyedül kell, egyedülállónak kell legyenek, meg mit tudom én minek. Ez az, ami lerombolja ezt a harmóniát, amit a mindenható megteremtett. Ezért néz ki így a világ, ahogy. Mindaddig, amíg a nő akarja vezetni a dolgot, nem fog működni, mert nem így van a természetes rend. Tetszik vagy sem, ez van. Ez természetesen nem azt jelenti, amit a legtöbb férfi csinál, hogy, mint egy rabszolga hajcsár, úgy viselkedik. A kettőnek harmóniában kell együtt dolgoznia azért, hogy mindkettő úgy éljen, ahogyan a megváltó megmutatta, és ahogyan a mindenható elvárja azt tőlünk. De ez nem működik úgy, hogyha az egyik, meg a másik, vagy mind a kettő teljesen elvesztette az eszét. De miképpen az egyház engedelmes a másiáknak? Ugye nem a mai egyház természetesen, mert az mindenkinek engedelmes csak a megváltónak, nem az minden csinál, meg mindenről beszél, csak arról nem, amit, amit, az igazi megváltó mondott, vagy azt csinál. Persze a Jézus az nagyon megy, de azon kívül semmi. Azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak pedig szeressétek a ti feleségeteket, miképpen ha másiak is szerette az egyházat, és önmagát adta azért ez az egyházszót nézzük meg, mert az ember gyomra felfordul, annyit mondogatják ezt az egyházat, úgyhogy nézzük meg, hogy mit is jelent ez valójában, az eredetiben, ugye angolul church, ecclesia, ez a szó pedig a görög. Ecclesia szó, és ez nem más, mint azon emberek gyülekezete, akik kilettek hívva az ő otthonukból valamiféle nyilvános helyre. Ez egy gyülekezet. Azok, akik kilettek hívva, azok az emberek, akik ki vannak hívva a világból, ebből a szennyből. Ez azoknak a gyülekezete. Ezért nem lehet az egyház, és nem akarok, nem szeretnék senkit megsérteni, de ez az igazság. Az egyház nem engedelmes a megváltónak, és nem jó képe annak a férfi-nő viszonynak, amiről itt beszél. Az egyháznak mindenhez van köze, csak az íráshoz és a megváltóhoz. Különösen a keresztények, mert a többi ugye nem is játszik. Úgyhogy ezt az egyház szót én inkább elfelejteném, és mondjuk valamiféle gyülekezetnek hívnám, mert ha túl sokat mondogatják ezt az egyházat, az ember rosszul lesz a végén. Úgyhogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen ha másják, és szerette a gyülekezetet, és önmagát adta azért. Ez az a gyülekezet, akiket ő kihívott a világba. Egy olyan gyülekezet, ahol olyan célra vannak emberek, hogy felszabaduljanak valamiféle eh, formában, valamilyen tanács által. Ugye itt írja azt, hogy az izraeliták gyülekezete. Tehát a megváltó önmagát adta ezért a gyülekezetért. Azokért az embereket, akiket ő hívott ki a világból és hív ki folyamatosan. Nem azért a keresztény egyházért, meg a katolikusért, meg az összes ér, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy ő, ő mit akart vagy mit tanított. Azokról itt egyáltalán nincs szó. Azokról van szó, akik követik az igazi megváltó útját. Mert a, a hamis megváltó, az a Jézus Krisztus, akit ők ő, híresztelnek, az nem halt meg senkét, hiszen az nem létezett. A húsák, ha másják, az, aki tanította és megmutatta, hogy hogyan kell élnünk, az azokért halt meg, akik őt követik, és úgy élnek, ahogy ő élt. Hogy azt megszentelje, azt a gyülekezetet, azokat az embereket, megtisztítván a víznek feredőjével, az íge által a bemerítés által. És ugye az maga a, a mindenható szava, akkor annak a, a tisztító ereje és ennek a szimbólum. Hogyan, hogyan, lehetne az már elfelejtve, meg eltörölve, hogyha az az ige az, ami által megtisztította az embereket, vagy megtisztítja. Hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben azt gyülekezetet, úgy, hogy azon ne legyen szeplő sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy szent legyen, és fedhetetlen. Nézzük meg a másik verziót, mert ez a sömörgőzés nem nagyon érthető. És itt nem is, nem is egyházat ír, hiszen rájöttek arról, hogy semmi köze a mai egyházakhoz, hanem szóval eklézia, ugye ekklesia, vagy pedig gyülekeze. Férjek. Férjek, ti pedig úgy szeresétek feleségeteket, ahogy másiak szerette a gyülekezetet, az ekléziát, odaadta érte a saját életét, hogy szentét tegye, szellemileg megtisztítsa, mint egy megfürdetve Elohim beszédében. Akkor, hogyha valaki nem Elohim beszéde szerint él, akkor vajon azzal mi lesz. Így készíti fel az ekléziát, a gyülekezetet a maga számára, hogy ne maradjon azon szennyfolt, disznóhús vagy ránc, tojásfestés, vagy bármi eféle karácsony vagy vasárnap, hanem hogy szent és tökéletes menyasszonya legyen. Ezzel nem lesz egyszerű ezután szerintem senkinek elszámolni magában, hogy miért nem követi ő az írást. És a mindenható igét, hogyha egyszer az által tisztul meg valaki. Most már akkor fejezzük be az egészet. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségét, mint az ő tulajdon testöket. Nem ö, részegen agyonverni minden este, meg ordibálni, mint egy félőrült. Ez a lényeg. Ha a nő engedelmes, a férfi szereti úgy, mint magát, akkor működik harmonikusan a kapcsolat. Így lett kitalálva, aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. És ez a mintája annak, ahogy a mi viszonyulunk a teremtőhöz, ahogyan a megváltó viszonyult a kiválasztottakhoz, ezért találta ki a mindenható ezt a kapcsolatot két ember között. Ezért próbálja mindenféle módszerrel az ellenség lerombolni. Ezt a kapcsolatot, amit házasságnak hívunk. Mindenki annyiszor házasodik, ahányszor kedve tartja, vagy minden fél évben, vagy minden öt évben. Plusz a nő férfinek képzeli magát, a férfi nőnek, meg mindenki ész nélkül hajtja a sajátját, és senkire nem figyel, és nem hajlandó senkire figyel. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte. Persze ez akkor még így volt, a mai világban persze már mindenféle ballondok vannak. Hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen a -e hua is az egyháza. Ugyanúgy szereti az ő feleségét, mintha a saját testene, lenne, ugyanúgy tanítja, az igére, ahogyan a mindenható tanította az egyház, a kiválasztatokat, az ekléziát, a gyülekezetet. A férj tanítja a nőt ezekre a dolgokra. És együtt fejlőd, ahogyan a mindenható is tette azt a gyülekezettel. Ezért ők a mintája. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Aki nem úgy él, az nem lehet az ő tagja. Hogy lehetne egy olyan ember a tagja, aki aki, aki a, rohangál, azt, azt, azt hirdeti, hogy minden el van töröl, azt úgy élhetünk, mint a fogány. Ha valaki azt gondolja, hogy az az ő testét, a tagja lesz, hát az el van tévedve. Annak okáért elhagyja az ember az atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és le, lesznek ketten egy testé. Hogy mennyire alapvető kapcsolat ez két ember között az egy Mózes Beresít kettes fejezetből kiderül, annak okáért elhagyja a férfi az atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségét, és lesznek egy testi. Ez az az intézmény, amit a mindenható a kezdet kezdetén felállított azért, hogy segítse az embert, hogy megmutassa, hogyan kellene a kettőnek együttműködni úgy, ahogyan ő szeret minket, ahogy ő működik velünk, a gyülekezettel, a kiválasztottakkal, az izraelitákkal, akiket kiválasztott, úgy működött ő is velük, ő volt a férj, ők voltak, illetve lettek volna a feleség, azonban miért nem lettek, mert nem követték a parancsolatokat? Hogy lehetne ma valaki annak a helyében, aki szintén nem követi a parancsot? Sehogy nyilván. Felette nagy titok ez, ugye ez egy nagy titok, de én a, én a hamas és a gyülekezetről szólok. Tehát nem az emberről beszél itt, hanem a megváltó és a gyülekezet és az emberek viszonyáról, aminek egy szimbóluma a két ember, a férfi és a nő kapcsolata kellene, hogy legyen. Hanem azért ti is egyen ki kiki az ő feleségét úgy szerese, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét, így működne a kettő együtt, vagy a kettő együtt fejlődik. A férfi szereti, az asszony pedig tiszteli. Nyilván mindkettő tiszteli, és szereti egymást. De így működik ez az alá A kettő kiegészíti egymást. Remélem érthető volt mindenki számára, és euh, látjátok azt, hogy Saul Pál soha nem beszél parancsolatok ellen, sőt, ugyanúgy, hogy mindenki más, azt próbálta megértetni az emberekkel a saját módján, hogy euh, ez, ezek elengedhetetlen részét képezik a megváltásra. És én nekem meggyőződésem az, hogy a Hua a teremtő szánt szándékkal ezt a fajta szellemet vagy spirituális erőt adta Saulnak, illetve Sault adta inkább ennek az erőnek az irányítása és hatalma alá hogy ilyen nyelven írja, hogy szétválaszza azokat, akik valóban az igazságot keresik, azoktól, akik csak egyszerűen mondogatni akarják, és pogányként élni, és azt gondolni, hogy majd ők oda kerülnek. Hiszen az összes többi közül, a 66 könyvben, talán Saul írásai azok, akik a legtöbb embert térítettek el. És ha mindenható nem így akarta volna, akkor nem így lett volna. És ő így akarta. Azért, hogy kiderülje, hogy ki az, aki valóban keresi az igazságot. És ki az, aki megáll két versnél ott, hogy ne ajt, hogy megítéljenek az új meg a, az ételita, meg mit tudom én minek a alapján. Hogy most már mindent lehet. Tojás festeni, meg paca a ez volt a lényege ezeknek az írások. Még azt sem értették meg az emberek, hogy ezek nélkül is ugyanúgy eljuthat az ember a, az üdvösséghez, mint ezekkel. Ha soha nem olvassa pár levelét, is megtud mindent, amit kell. Azonban úgy, hogy csak ezt olvassa, úgy soha nem fog eljutni hiszen nem lehet egy könyvet úgy olvasni, hogy a végén elkezdem, kihagyom az összeset, eldobom, és azt hiszem, hogy meg fogom érteni.